A hajdúszoboszlói gyógyvízfolt csoport immár hetedik kiállítását rendezte meg a Boldogasszony Közösségi Házban. A vendégek idén Kabáról érkeztek, és a rendezvényen gyakorlott foltvarrók munkái mellett olyanokat is meg lehetett tekinteni, akik most első alkalommal képviseltették magukat. A betegség terjedése. A kórokozó, a szemen átjut a szervezetbe, különösen több foltvarró együttes jelenléte esetén. Kiállítások, találkozók. De leírtak már fertőzéseket pusztán külföldi kiadványok nézegetése által is. Ez a társadalombiztosítás a kiadványokra kirótt védőmávámmal próbálja megakadályozni, ezt bizonyítja a kiadványok csillagászati ára is. Különösen veszélyeztetettek a 30-60 közti populáció azon egyedei, akik immunrendszerét más tűfoltatással kapcsolatos tevékenység megjelenítette. A foltkorban szenvedők tüneteiről hangzott el egy rövid anekdota a Hévíz foltcsoport 7. kiállításának megnyitóján. A Boldogasszony Közösségi Ház egyik termének falait teljesen beborították a színesebbnél színesebb textíliák. Ezt az idei évet Csillagok és Virágok címmel gondoltuk. Hát azt hiszem, hogy ha körbenéznek, akkor elég sok csillagot és virágot lehet látni, tehát tartjuk magunkat hozzá, de ezen kívül természetesen karácsonyi dolgok, vagy egyéb valami technika is, tehát mindent, amit olyannak ítélünk, azt kiállítunk. A varrás mellett arra is odafigyelnek, hogy másoknak is adhassanak. A csoport számára fontos a jótékonyság. Nagyon sokat jótékonykodunk sokfelé. Az idén már voltunk tavasszal gyermeknapra és húsvétra a klinikán, a gyermekonkológián, oda vittünk ajándékokat, de ugyanúgy vinni fogunk még nekik Mikulásra és vinni fogunk karácsonyra, és vittünk a Kenézi Kórházba a gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztályra. Oda egy csomó faliképet vittünk, mert nagyon sivár volt a környezetük, és gondoltuk, hogy a falra felteszik, mégis egy kicsit vidámabb legyen. Már évek óta hagyomány, hogy a terem egyik falát vendégmunkákkal töltik meg. Ez úgy indult, hogy először is szoboszlói alkotókat mutattunk be, tehát több éven keresztül már így van, hogy egy falat a vendégkiállítónak adunk. Abból a meggondolásból, hogy legyen módjuk bemutatkozni és ismerje meg a közönség őket is, mert nem nagyon látunk kiállításokat. Minden évben valakit, hogy ismerje meg a szoboszlói közönség is az egész megyébe, hogy milyen sok alkotó van és mi mindennel foglalkozik. A vendég idén Kabáról érkezett, aki számos különféle technikát vonultatott fel a számára fenntartott felületen. Már 15 éve, hogy varrok, ezzel foglalkozom. Hát volt, hogy Kabán a művelődési házban is összejöttünk páran, aztán pár évig, azt hiszem 5 évig volt, hogy oda följárogattunk, de mindig eleinte mindig volt olyan, hogy jöttek ki hozzánk, aki már ismert volt ebbe a foltvarrásba, és segített nekünk a különböző technikákba eligazodni, meg megmutatni. Én mióta foglalkozom ezzel, én egyből beléptem a C-be, mert van az országos, a foltvaroknak ez az országos szervezete, a C, a foltvaró C, úgyhogy én azóta tagja is vagyok, és hát minden évben vannak foltvaró táborok, tehát én tulajdonképpen ott tanultam meg 80%-ban a foltvarrást. A kiállításon nem csak a gyakorlott foltvarrók műveit lehetett megtekinteni, de voltak olyan alkotók is, akik most képviseltették magukat először. Január óta járok a szakkörre. Az az igazság, hogy régóta kacérkodok a gondolattal, hogy eljövök ide, de nem volt önbizalmam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. De az az igazság, hogy itt olyan profik vannak, olyan csodálatosokat alkotnak, és nagyon segítőkészek. Hát Gizikétől attól nagyon sokat lehet tanulni. És hát itt az ember kiélheti a kreativitását. Az, hogy valamit alkotni, és akkor ahhoz meg kell válogatni a színeket, mi illik hozzá, hogy kell megcsinálni.
Hát magát a technikát azt még tanulom. Nehéz a technikája, mert azt tudni kell, hogy nem csak az, hogy milyen színeket, hanem azokat, hogy illesszük össze, hogy varjuk meg, és nagyon sok mindent kézzel varrunk, és mert akkor szép a kézzel van varva. Most, amit ki lett nekem állítva, azok magazinokban láttam, és onnan választottam ki. Van olyan, amelyiket a társaimtól tanultam, és tőlük láttam, és azt csináltam meg. Hát most még nem olyan sok sikerült, úgyhogy ez... Nehéz az a technika? Elég nehéz. Nagyon nehéz. Tehát főleg az, hogy várjuk össze, milyen sorrendben van amikor papír alapra varrunk, van akkor, amikor csak sablonnal, akkor a rátét nagyon nehéz, az nagyon nehéz. Van ott, abban csináltam én is abban a rátétesbe, azt nagyon nehéz készíteni.